Megyei közútfejlesztések, nagyforgalmú főutak újultak meg, Nyírbátorban és térségében körforgalmak is épültek. Új munkahelyek. Másfélszeresére növeli foglalkoztatotti létszámát a nyírbátori Deal Aircabin. Szent István nap. Az államalapítás tiszteletére idén Mária Pócson tartott megemlékezést a megyei önkormányzat. Milliárd forint értékben több útszakasz is megújul Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2016-ban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Elsősorban a nagyforgalmú főutak újultak meg megyénkben, Nyírbátorban és térségében körforgalmak is épültek, tájékoztatta szerkesztőségünket a Magyar Közút megyei igazgatója. Csapó László hozzátette, vannak következő évre áthúzódó projektek is. Nyírbátorban ez a körforgalom már elkészült, amely a biztonságos közlekedést segíti. A városban egyébként egy másik körforgalom is hamarosan elkészül. Az Édesanyák úti és a Császári úti körforgalom is része az idei országos közútfelújítási programnak. Állami finanszírozásból 7 projekt valósul meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több útszakaszon. Mint ismert, az idén adták át az Újfehértó-Nagykálló összekötő út 13 kilométeres szakaszát, mutatja a megyei térképen Csapó László igazgató, aki felsorolta azokat a terhelt forgalmú főutakat, amelyek új burkolatot kaptak idén. A 491-es másodrendű főút, amely Máté-Szalka-Debrecen főútvonal, Nyírmihályi és a megyehatár közötti szakasza, valamint Nyírbogát és Nyírbátor közötti szakasza. Ezek már elkészültek. Itt egy 3 kilométeres útszakaszon két rétegű útburkolat megerősítés történt. A 471-es másodrendű főúton szintén átadták a Nyírbátor-Nyírbogát közötti külterületi szakaszt, ahol 6 méterről 7,5 méterre szélesítették az utat. Nyírbátor belterületén aszfaltoztak, ezen kívül lecserélték a közúti jelzőtáblákat, új szalagkorlátokat helyeztek ki és a burkolati jeleket tartósra festették. Vannak folyamatban lévő építkezések is. Körforgalom épül a 4-es számú főúton Kisvárda és Döge külterületi szakaszán. Ennek műszaki átadását szeptemberre tervezik. Ami még hátra van, és valószínű áthúzódó projektként fogjuk tudni csak kezelni, az a 381-es számú Sátoraljaújhely-Kisvárda főútnak a Kisvárda-Kékcse közötti szakasza. A külterületi szakasz épül folyamatosan, a belterületi szakaszon egy szennyvízcsatornázás építése miatt át kell, hogy toljuk a következő év 2017. júniusáig a befejezési határidőt. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tervei alapján 2016-ban az országos közúthálózaton olyan főutak felújítása történt meg, ahol nyomvájúk és felületi egyenetlenségek voltak a nagy autós forgalom miatt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében útfelújításokra összesen 5,4 milliárd forintot költött az állam. Másfélszeresére növeli foglalkoztatotti létszámát a nyírbátori Deal Aircabin a jövő év végéig. A repülőgép alkatrészgyár családi napján azt is bejelentették, a mostani ügyvezető igazgatót szeptembertől egy német kollégája váltja. Együtt szórakoznak a munkavállalók és a hozzátartozóik a nyírbátori strandon a Deal Aircabin családi napján. A rendezvényen a cég vezetése bejelentette, a jövő év végéig dinamikus létszámbővítésre készülnek, de a jelenlegi dolgozóik is pályázhatnak a cégen belüli új pozíciókra. 431 fő a jelenlegi létszámunk a Deal Aircabin Hungary Kft-nél, és a terv pedig az, hogy 2017 végére 550-600 fő alkalmazottunk lesz. A számokból is hallható, hogy ez nagyon dinamikus ez a fejlődés, és mi pedig belsőleg mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a dolgozóink a legjobbat hozhassák ki magukból, és esetleg egyéb pozíciókban is megmutathassák a tehetségüket. A cégnél ezért folyamatosan kínálnak képzési lehetőségeket a munkavállalók számára, hogy megtalálják azokat a területeket, ahol a leghatékonyabban tudnak majd dolgozni. Eljutottam Németországban egy 3,5 hónapos betanulásra. Az ajtókeret lamináláson kezdtem. 9 hónapig ott dolgoztam, és jelenleg, tehát már 4 éve végáru ellenőr vagyok klímacső területen. A családi napon azt is bejelentették, hogy a Kft. Ügyvezetői igazgatói posztján változás történt. A jelenlegi igazgatót hamarosan egy német kollégája váltja.
Egy vezetőváltásnál mindig az a kérdés, hogy miért van rá szükség. Erre egyszerű a válasz. Azért, mert idővel új gondolatokra, új gondolkodásmódra van szükség, amelyek nagyban meghatározzák a jövőt. Ahogy a beszédemben is elmondtam, hogyha ezerszer kérdezem meg, hogy mi a cégünk legfontosabb három célja, akkor valószínűleg egy idő után ezt már unott arccal fogják a kollégák hallgatni. Ezért fontos, hogy jöjjön egy új férfi, vagy egy új nő, aki új impulzusokkal és új meglátásokkal néz majd a jövő felé. A következő ügyvezető a németországi anyavállalatnál dolgozott korábban. Feladatai között volt a magyarországi termelés irányítása is, így jól ismeri a nyírbátori gyár működését. Vízbe fulladt egy férfi Tiszanagyfalunál, közölte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A férfi tegnap délután merült el a Morotva holtágánál. Felkutatásához a nyíregyházi hivatásos tűzoltók segítségét is kérték. Végül megtalálták a férfit, ám már nem lehetett rajta segíteni. Több baleset is történt a hétvégén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A 403-as főúton Nyíregyháza közelében szombat éjszaka két személygépkocsi ütközött össze, ott ketten megsérültek. Korábban szombat délután 9-en sérültek meg Szamosbecsnél. Egy mikrobusz és egy autóbusz ütközött össze. A mikrobuszban utazók közül ketten súlyos, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az autóbuszban 34-en utaztak, közülük ketten könnyebben sérültek. Több tűzoltó csapat segített a mentést, és mentőhelikopterrel is szállítottak sérültet. Szent István eszmeisége a hétköznapokban is fontos és tanulságos üzenetekkel bír. A mai Európa ugyanis három értékrend mellett létezik és létezhet a továbbiakban is. Ezek a görög kultúra és filozófia, a római jog és a keresztény etika, hangsúlyozta az augusztus 20-ai megyei ünnepségen Kozma Péter kormány megbízott. Idén Mária Pócs adott otthont a megyei Szent István napi megemlékezésnek. Az államalapítás tiszteletére rendezett augusztus 20-ai ünnepségen megáldották és megszegték az idei búzából készült új kenyeret. 2006-tól vezettük be azt a hagyományt, most már így 10 év elteltével mondhatjuk, vagy bátran nevezhetjük hagyománynak, hogy a megye egy-egy településén, helyi közösségekkel, önkormányzatokkal ünnepeljük a nemzeti ünnepeinket, megyenapot és hát az állami ünnepet is. Most Mária Pócs hívott meg bennünket, és nagy örömmel fogadtuk a meghívásukat, hiszen Mária Pócs nemzeti kegyhely, sokak zarándok helye, sokak hazajáró helye, mindenféleképpen egy szakrális központ és egy nagyon szép kisváros immár. A megemlékezésen Kozma Péter kormány megbízott arról beszélt, Európa jövőjét tekintve Szent István eszmélyisége ma is fontos üzenetet nyújthat számunkra. A civilizált Európa, a mai modern Európa három értékrend mellett áll és kell, hogy álljon, amely nagyjátette Európát a történelmi évszázadokon keresztül. Ez nevezetesen a görög kultúra és filozófia, a római jog és a keresztény etika. Ezek azok, amelyek a más földrészektől, más kultúráktól megkülönböztetik Európát, de ugyanakkor nekünk nem megkülönböztetve, de ezt az értékrendet fel kell, hogy mutassuk mai rohanó világunkban. Az ünnepségen részt vett a romániai Szatmár megyei tanács nemrégiben megválasztott új elnöke is, aki a határon túli nemzetegyesítés mellett a határmenti együttműködésekről, a közösségépítésről és a testvértelepülési kapcsolatokról is beszélt. Én azt látom, hogy a két megye között nagyon sok szerves összefonódás van, és kialakult egy történelminek nevezhető jó viszony az elmúlt évtizedekben, rendszerváltás óta. Mi ezt erősíteni szeretnénk, tehát ez benne volt a programomban, és mindenképpen térségfejlesztési foglalkozó szakpolitikusként is mindig azon dolgoztam, hogy konkrét megvalósítások is legyenek, ami könnyebbé teszi mindkét megyében élő emberek életét. Most indulóban van az újabb határmenti pályázati csomag, itt most Romániában van az irányítóhatóság, közösen gondolkodunk Sesták Oszkár elnök úrra azon, hogy az elkövetkező 2-3 évben programozási időszak lejárt előtt tudjunk valami olyan dolgot letenni az asztalra, illetve meg is valósítani fizikailag, ami több tízezer ember életét szerintem pozitívan fogja előmozdítani.
A tanácselnöke hozzátette, egészségügyi, infrastruktúrális, illetve turisztikai fejlesztésekre készülnek megyei összefogásban, azonban a program kiírására és a források hozzáférhetőségére egyelőre még várni kell. 6. évébe lépett a Magyarok Kenyere program, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara idén is gyűjti a búzát, és az abból készült lisztet a rászoruló gyerekeknek, gondozó szervezeteknek osztja szét. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdák idén már több mint 22 tonna búzát ajánlottak fel, hangzott el a Magyarok Kenyere nyíregyházi rendezvényén. 600 veknit készített a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete a Sóstói Múzeum falu Magyarok Kenyere rendezvényére. A vekniket az érdeklődők kapták. A szombati eseményen többek között kenyérsütéssel és az új kenyér megáldásával, szelésével ünnepeltek. Az Agrárkamara megyei igazgatója azt mondta televíziónknak, adománygyűjtésükhöz a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek mindig csatlakoznak. A gazdák évről évre nagyobb mennyiségű búzát ajánlanak fel a rászoruló gyermekek számára. A megyében már az eddig is több felajánlás érkezett a határon belüli és határon túli gazdálkodók részéről. Első évben 6 tonnát, tavaly évben 18 tonnát, az idei évben már eddig 22 tonnát ajánlottak fel, és tovább várjuk a gyermekek világnapja szeptemberi zárási időpontig, osztási időpontig a felajánlásokat. Tehát egyre ismertebb, egyre elismertebb és egyre több jószívű gazda felajánlását fogadjuk. Szlovákiából, a felvidéki részekről és a szatmárnémeti térségében élő kis gazdák is ajánlottak fel erre a jótékony célra a terményeikből. A múzeumfaluban egy udvari és egy beltéri kemencében is sütöttek kenyeret. A szervezők fontosnak tartják, hogy a fiatalabb generációk is megismerkedjenek a kenyér hagyományos készítésével, így jobban tudják majd értékelni az egyik legalapvetőbb élelmiszerünket. A Sóstói Múzeumfaluban már évek óta rendszeresen megtartjuk az augusztus 20-i ünnepséget, és hát igazából a múzeumfalu miután a hagyományos paraszti kultúrát mutatja be, illetve nem csak a népi építészeti vonatkozásban, hanem a hozzá kapcsolódó szokásokat is, a régi életmódhoz kapcsolódó szokásokat, és hát az aratás van, amikor nagyon nagy ünnep volt a falusi emberek életében, hiszen az aratás végén a kenyérnek való gaponát aratták le, és hát ez azért fontos, mert akkor mindenki saját magának termelte meg, és kénytelen volt megtermelni a gabonát, és a mai világunktól ez már teljesen távol van, és a mai generációk ezt már nem ismerik, hogy hogyan lesz a learatott búzából kenyér. Az ünnepség végén az elkészült kenyereket megáldották, a felszeletelt darabokat pedig szétosztották a látogatók között. Első alkalommal rendeztek népzenei találkozót Kisvárdán. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 4 diák továbbtanulását támogatja a barcelonai főkonzul. Kovács Barnabás egykori iskolájában, a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskolában olyan diákoknak nyújtott át pénzjutalommal járó tanulmányi ösztöndíjakat, akiknek tanulmányi eredményük jó, ám nehéz szociális helyzetben élnek. Idegenben szerzett 3 pontot a Kisvárda Master Good. Révész Attila együttese a labdarúgó NB2 5. fordulójában a Kozár Misleny vendégeként győzött 2-0-ra. A tabella 3. helyén álló várdaiak szerdán a 4. Sopron otthonában lépnek pályára. Kitűnő népzenészek találkoztak Kisvárdán. Az idén először hagyományteremtő szándékkal szervezett rendezvényre 18 fellépő érkezett. A szervezők tervei közt szerepel, hogy a jövő évtől határon túli magyar népzenei hagyományőrzőkkel nemzetközivé tegyék a találkozót, amelyet minden évben augusztus 20-án rendeznek majd meg. A magyar zenetörténet folyamában vagy történetében meg számára is sokkal fontosabb, hogy ki a Kisvárdai Zeneiskola igazgatója, mint a Doperáz igazgatója. Sesztek Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Kodály Zoltánra hivatkozva ezekkel a szavakkal nyitotta meg a Kisvárdai Népzenei Találkozót. A rendezvényre 18 fellépő érkezett. Ezt hagyományteremtő céllal indítjuk el. Most van az első találkozó, és mindenképpen szeretné a város ezt a továbbiakban figyelemmel kísérni, illetve megrendezni minden augusztus 20-án. Az idén először hagyományteremtő szándékkal szervezett rendezvényen szólisták és együttesek is felléptek, akik főként Szabolcs, Hajdú és Borsod megyéből érkeztek.
Ebből a formájában az első alkalommal került megrendezésre, tovább vitelében gondolkodunk, és bővítésében, jövőben nemzetközi szintre kívánjuk emelni, mert úgy érezzük, hogy így hiányos a magyar népzenei paletta, a határon túli magyarságot nem szabad kihagyni ebből. És jövőre őket is meg kívánjuk hívni, és akkor így teljes palettát tudunk mutatni a helyieknek. Zenészek készülnek a színfalak mögött a Kisvárdai Vár színpadán. Többeknek évtizedes kötődése van a városhoz. Vég Jánosné például Kisvárdán tanult és tanított is. Itt jártam a tanítónőképzőbe, és jól megtanítottak az énekkel kapcsolatosan mindenre. Most pedig Nyíregyházáról érkeztem, az Aranykapu Népművészeti Egyesülethez kapcsolódott az Arvégesi Népdalkör, és ővelük vagyok most itt. De azon kívül van még egy csapatom, Napkoron. Akik most itt vannak, a gyulaháziak, régi ismerősek, tanítottam őket régóta. A tuzsériak, a garabonciások vezetőjét is én tanítottam szitarázni. Úgyhogy most itt viszont látom a tanítványaimat, meg azoknak a tanítványait. A rendezvény célja, hogy a fiataloknak bemutassák és megkedveltessék velük a népzenét, ami életben tartja majd a következő nemzedékekben is ezeket a hagyományokat. Négy diák továbbtanulását támogatja a barcelonai főkonzul Kovács Barnabás egykori iskolájában, a fehérgyarmati Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskolában olyan diákoknak nyújtott át pénzjutalommal járó tanulmányi ösztöndíjakat, akiknek tanulmányi eredményük jó, ám nehéz szociális helyzetben élnek. Megkerestem a fenntartót és az iskola igazgatóját, és velük egyeztettem, ők felterjesztettek egy listát, hogy ők kikre gondoltak, és ebből a szempontoknak ez a négy gyermek felelt meg, és gondoltam akkor, hogy ha már van rá lehetőség, akkor nagyon szívesen, személyesen is találkoznék velük, és köszönöm a igazgatónak, hogy ezt megszervezte, itt lehettem, mert ez nagyon jól esett a lelkemnek. Idegenben szerzett 3 pontot a Kisvárda Master Good Révész Attila együttese a labdarúgó NB2 ötödik fordulójában. A Kozár Misleny vendégeként győzött 2-0-ra, a tabella 3. helyén álló várdaiak szerdán a 4. Sopron otthonában lépnek pályára. A 2 meccses idegenbeli túra első felvonásán Pécsen lépett pályára Kozár Misleny ellen a Kisvárda Master Good. Az első félidőben még nem talált fogást ellenfelén a vendégcsapat, a 2. játékrész derekán viszont eldöntötte a meccset a Várda. A 63. percben Fodor, a 65. percben pedig Rajci szerzett gólt, és mivel erre a hazaiaknak nem volt válaszuk, 3 ponttal gazdagodott Révész Attila együttese. Az első fél időben jobbára hosszú labdákkal próbáltuk megjátszani a támadóinkat, és az abból való lecsorgás után próbáltunk helyzetet kialakítani kevés sikerrel. Ez egy olyan lüktető fél idő volt, nekik is voltak labdaszerzések után kontratámadásaik. 0-0-ra mentünk szünetbe, a 2. fél időben stratégiát váltottunk, és érezhető volt, hogy a Misleny azért el fog fáradni, és úgy gondolom a 2. fél időben teljes mértékben mi akaratunk érvényesül, sikerült bedarálnunk őket, és 3 percen belül 2 gólt szerezve megérdemelt győzelmet szereztünk. A forduló további eredményei a következők: Puskás Akadémia Sopron 3-2, Dorog Moson Magyaróvár 2-1, Cegléd Vác 1-0, Budaörs Cigánd 3-0, Soroksár Szeged 1-0, Nyíregyháza Spartakusz Siófok 1-0, Grosics Akadémia Zalaegerszeg 0-0, Szolnok Békés Csaba 2-0 és Balmazújváros Csákvár 2-0. A tabella élén a 12 pontos Balmazújváros áll, megelőzve a 11 pontos Nyíregyházát és a 10 pontos Kisvárdát. A várdaiak nem utaznak haza a Dunántúlról, mivel szerdán Sopronban lépnek pályára. Így is nagyon rövid az idő, annak ismeretében meg végképp, hogy a Sopron pénteken játszott, és nekik 5 napjuk van a pihenésre. Viszont most azok a játékosok előtérbe kerülnek, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, vagy most nem szerepeltek. Egyébként tudatosan állítottuk úgy össze a keretet most, illetve a csapatot, hogy vegyes legyen a játékosoknak az aránya. Azok is jutottak most szóhoz, például a Karas Peti, a Fodor András, akik eddig a keretbe is nagyon nehezen kerültek be, és megállták a helyüket, tehát bizakodunk a Sopront illetően is. A 6. forduló további párosítása a következő: Békés Csaba Puskás Akadémia, Cigánd Soroksár, Nyíregyháza Spartakusz Kozár Misleny, Moson Magyaróvár Grosics Akadémia, Vác Balmazújváros, Szeged Szolnok, Siófok Dorog,
Zalaegerszeg Ceglíd és Csákvár Budaörs. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. 5,4 milliárd forint értékben több útszakasz újul meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2016-ban. Elsősorban a nagyforgalmú főutakat rekonstruálták a megyében. Nyírbátorban és térségében körforgalmak is épültek, tájékoztatott a Magyar Közút megyei igazgatója. Csapó László hozzátette, vannak következő évre áthúzódó projektek is. Másfélszeresére növeli foglalkoztatotti létszámát a nyírbátori Deal Air Cabin a jövő év végéig. A repülőgép alkatrészgyár családi napján azt is bejelentették, a mostani ügyvezető igazgatót szeptembertől egy német kollégája váltja. Szent István eszmeisége a hétköznapokban is fontos és tanulságos üzenetekkel bír. A mai Európa ugyanis három értékrend mellett létezik, és létezhet a későbbiekben is. Ezek a görög kultúra és filozófia, a római jog és a keresztény etika, hangsúlyozta az augusztus 20-ai megyei ünnepségen Kozma Péter kormány megbízott. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 22-én, hétfőn. Friss hírekkel holnap este jelentkezünk, addig is látogassanak el honlapunkra, ahol korábbi híradós tudósításainkat is megtalálják. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. A csapadékos időt okozó léghullám kelet felé eltávolodik térségünktől. Nyomában kissé hűvös, de már egyre szárazabb légtömeg érkezik fölénk észak felől. Éjjel eleinte borult lesz az ég további esővel, záporral, majd az éjszaka második felétől megkezdődik a felhőzet tartós csökkenése, és ekkor már egyre kevesebb helyen valószínű csapadék. Az északi szél helyenként megerősödik, reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben tovább csökken a felhőzet, majd délelőttől napos idő várható gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, az északi szél helyenként továbbra is erős lehet. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Időjárási szempontból a nyár legnyugodtabb hete előtt állunk, sok lesz a napsütés, csapadék nem lesz az ország területén, fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés, a hétvégétől igazi kánikulára számíthatunk.